Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mindenek előtt elnézést, én nekem tegnap délután valahova elment a hangom, és azóta se jött vissza, úgyhogy egy kicsit krákogva fogok itt beszélgetni, de hál' Istennek nem nekem kell sokat beszélgetni, hanem nektek. Szóval, ahogy a Judit is elmondta, ez a beszélgető sorozat tulajdonképpen része és kapcsolódó a Budapest Hatás kiállításhoz, és most idefele jövet is azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez a hatás szó, ami a kiállítás címében benne van, ez mennyire baromira találó Budapestre. Ugye a kiállítás nagyrészt a Budapest hatásával foglalkozik ránk emberekre, de hogyha megfordítjuk ezt a dolgot, akkor ez milyen hihetetlenül érdekes, hogy milyen mi, bármelyikünk is milyen hatással van Budapest folyamatos változására, és hogy milyen örületesen nagy és végtelen társas játék ez az egész hatások révén, és hogy tulajdonképpen ez az épített környezet, amit körülvesz minket, ennek minden négyzetmétere, vagy négyzetcentimétere, az milyen emlékeket és milyen emberi történeteket, milyen hatásmechanizmusokat, milyen szándékokat, akaratokat, ideológiákat őriz, vagy egyáltalán alakult és készült, és mi hogy koptatjuk ezeket a dolgokat, hogy használjuk, hogy élünk benne, úgyhogy így ennek mentén fogunk ma este itt beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon örülök nektek. És egy kicsit kapcsolódva ahhoz, hogy ez már valóban az ötödik beszélgetés, itt a beszélgetések elején nagyon szépen és érdekesen kirajzolódik számomra egy ilyen képzeletbeli hőtérkép mindenkiről. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy mi ez a hőtérkép, vagy hogy mindenki tudja ez. Ezért elmondom, ez alkalmazásként a bringások használják nagyon sokat. Ez egy ilyen teljesen neutrális felület, ahol egy fehér alapon, fekete vonalakkal meg van rajzolva minden utca és minden kerület és minden, ez egész Budapest. És tulajdonképpen a felhasználó által színeződik ez ki, méghozzá úgy, hogy amerre ez a felhasználó jár, az a része Budapestnek az egyre színesebb lesz, és egyre határozottabb piros, vagy bármilyen színű vonalakkal megtelik. Úgyhogy arra kérnélek először titeket, hogyha lehet, akkor egy ilyen gyerekkori hőtérképet töltsünk ki mindenkiről, vagy rajzoljunk föl, hogy ti hol születtetek, milyen környezetben, mik voltak azok az utcák, amik számotokra gyerekkorotokban Budapestet jelentette, és ahonnan ti jöttök. Kivel kezdjük? Bori? Oké. Okay. Kezdem szívesen. Nekem tegnap jött vissza a hangom, szóval pont jókor veszem át a szót. Nekem a 11. kerület abszolút az, ahol mármint, hogy nem messze innen fogantam, a vár, a szarvas vendéglő mögött egy ilyen, csak ott még egy ilyen egyszobás lakásban laktak a szüleim, és ugye már volt egy bátyám, tehát miattam akkor már tovább költöztek az Egri József utcába, úgyhogy én ott éltem 6 éves koromig, és az volt ott abszolút a területem. Ott volt az óvoda, és aztán az az iskola, ahova később jártam, de onnan tovább költöztünk a Bartók Béla útra, a Bartók mozi házába, úgyhogy én a Bartók mozi fölött laktam a 3., ami hát egy iszonyú élmény volt, mert egyrészt felhaladszott a filmzenék, ami nagyon nagy élmény volt, plusz az én kis szobám a mozi tetejére nézett, és ugye ez úgy működött, hát ugye így, mint egy ilyen bérház, hogy így, és akkor a mozi teteje egy lapos tető, és mindenfélét kidobáltak az emberek. Most nem fogom részletezni, mert nem akarok csúnya dolgokat is mondani, de nagyon izgalmas dolgok voltak ezen a mozi tetőn. Én magam is ehhez nagyon sok mindent hozzátettem, például első részegségem alkalmából, amit nem merek megmondani, mikor volt, és összehánytam a birkabőr szőnyeget, és nem tudtam, mit csináljak vele, és én azt oda kidobtam. De hát aztán ki kellett mászni, és vissza kellett hozni. És ez olyan 16 éves koromig, akkor ezt hálóztam be, tehát Gellérthegy, ott történtek velem a nagy dolgok, oda jártam a József Attila gimnáziumba, első szerelmek, első csók, első minden, ott azon a környéken történt, nagyon intenzíven, és aztán átköltöztem a nagymamámhoz a Frankelle útra,
a Margit híd közelébe, és aztán a kamaszkorom már ott. Meddig kell mondani, mert ez végtelen. Tehát én szívesen az egész másfél órát eluralom a hőtérképemmel. Valami alapot most kapjuk róla. Dávid? Nekem még van hangom, lehet, hogy nekem majd holnap nem lesz. Én nekem elég egyszerű a hőtérképen, mert én Mátyásföld, én azt szoktam mondani, hogy nekem 5-6 változott már a lakcímem, de az irányító számom az még nem. Tehát én mindig Mátyásföldön éltem, ez a 16. kerületben van. Ez nem is Budapest. De ez Budapest, de itt elfogadom, tehát ez az 50, ez tényleg 1950 óta Budapest. De egyébként ez egy nagyon, tehát egyébként igazad van, tehát az a helyzet, hogy azóta tényleg ez egész életemet végigkíséri egy ilyen identitás zavar, mindig valahova tartozás, ugye? Valahova nem tartozás, de ez az élet minden területére igaz. Az biztos, hogy igen, tehát Mátyásföld, ha pozitívan állsz, az akkor egyesíti ugye a vidéknek és a városnak az előnyeit, de hát ugye lehet úgy is mondani, hogy a hátrányait. De mondjuk, hogy az előnyeit nézek, a tök jó, mert egy abszolút kertváros, szinte falusi, és amikor én még gyerek voltam, akkor, tehát ugye én most leszek 50 éves, nem volt szerintem annyira régen, de hogy nekünk még, hogy a Földes utca volt, lovas kocsival hozták ki a szenet, és pont ma beszélgettem valakivel, cseteltem egy barátommal, hogy ilyenekre szoktam csetelni, hogy eltűntek a házi verebek az utóbbi 10 évben. Tehát, hogy akkor ugye ott fürödtek mindenhol a pocsolyákban, meg a porban nyáron, mert hogy volt ugye állat még mindenhol. Tehát amiután összetudták szedni a magokat, és aztán ezek eltűntek. Na mindegy, hogyha én ott jártam általános iskolába is, sőt gimnáziumba is ott kezdtem, de aztán a Szent Lászlóba fejeztem be, úgyhogy elég sokat jártam emiatt Kőbányára. Meg hát ugye, hogyha bejöttünk a városba, akkor az Őrs vezértéren keresztül zajlott, tehát az egy ilyen abszolút meghatározó gócpont volt az életemben. És a nagyszüleim, ők pedig ugye Lőrincen laktak, mind a kettő az építőúti lakótelepen, úgyhogy hozzájuk jártunk így minden másik hétvég, ez egy rendszeres program volt, autónk az nem volt, tehát akkor végig tömegközlekedtük minden egyes alkalommal az egész várost, ami úgy meghatározó elmény volt szintén. És a Lőrincen már úgy kacsintottam rád. Igen, szépen átadtad a stafétát, én Pest-Lőrincen laktam, de Kőbányán születtem. Pest-Lőrincnek az igazi lőrinci részén, azért hozzátenném, hogy te azt mondtad, hogy falu voltatok, akkor mi tanya. Mert Lőrinc az egy elhanyagolt része volt a városnak nagyon sokáig, olyannyira, hogy 1936-ig Kőbánya Kispesthez tartozott, és csak 50-ben csatolták gyakorlatilag Budapesthez, ugyanúgy, mint Mátyásföldet. Nekem is ugyanez a helyzetem. Annyival volt sokkal rosszabb, hogy én azért sokat voltam Mátyásföldön, és láttam ott, milyen kúriák vannak Lőrincen. Csak kátránygyár volt, meg ilyen jellegű építmények voltak, mert hogy igazából sok vendégmunkás lakott ott, és a többi. És én egy olyan helyen laktam, ami csodálatos volt. Az egyik oldalon volt temető, ugye ez az új köztemető. Volt egy erdősáv, a Kozma utcai börtön. És a milyen fonó, valamilyen könnyű fonó vagy, de nem is tudom, hogy hívták pontosan, az volt a másik oldala. Ez volt az Erzsébet telep, ez volt az első igazi nagy lőrinci központosított hely, és hát én onnan nőttem ki gyakorlatilag, és nem sokat tudtunk a belvárosról. Én nem is jártam nagyon, a nagyanyámhoz jártam igazából a 13. kerületbe. A nagyanyámhoz kellett menni mindig, azért kellett, mert nem nagyon szerettem szegényt, de mindig oda kellett menni. Helyette viszont rengeteget bringáztam a Temcsibe, ugye a temetőbe, mert nekünk az volt a játszótér. Tehát azért tegyük hozzá, meg hát azok az aknatölcsérek, ugye, amit az oroszok ott hagytak, és nem volt idő feltönteni úszkve, mit tudom én, 45-től 70-ig azokat a gödröket. Ott nagyon jól lehetett szánkózni például, meg tehát... Én nagyon boldog élet, vagy gyerekként éltem ott a
sorsomat, és olyannyira, hogy a későbbi zenész karrieremnek is például számos tagjai, akivel zenéltem, például ott lakott, később derült ki, illetve én még mondok nektek egy nagyon egyszerű, kézzelfogható dolgot. Nekem a Charlie volt a szomszédom. Kertszomszédok voltunk, de én nem tudtam, hogy ki a Charlie, mert én egy olyan általános iskolába jártam, ami meg volt osztva, a felső tagozat 5 utcával lejjebb volt, mint ahova én jártam, és nem ismertünk generált az én koromban, nem volt generál, volt az Omega meg a piramis. Generált azt nem... Úgyhogy mi úgy hívtuk, hogy Kiskóbor, és akkor nagyon sokáig... Hát az, én nem is barátkoztam vele, csak hogy mondták, hogy jön a Kiskóbor is. Hát ugye ő volt a Charlie, és mit adott a Jóisten, aztán sokkal később vele tudtam zenélni. Úgyhogy nagyon sok ilyen karmás dolog történik az életemben más vonalon is, úgyhogy ez csak egy ilyen adalék volt, ennyi. De ez egyébként nagyon izgalmas, mert engem ez nagyon érdekelne amúgy is, és ez lenne, akkor már a következő... Elmondhatok nagyon gyorsan egy másikat, ami hát ugye hogyne, ilyen karma. Hogyne? Na, az is például egy olyan dolog, hogy emlékszem rá, olyan 5-6 éves lehettem, amikor a Petres Istvánnak volt a... Hát egy ilyen rádiós sorozata, ugye a Kapcsold az ötödik sebességet. És 77 körül született... Így van. És 77 körül, vagy 76 körül jött be az Oránnak az a száma, hogy ne várd a májust, kedvesem. Ugye az Brody írta, és ugye én kertesházban laktam. A lényege az, hogy a szomszéd néni, a Bodnár néni, hogy mindig hallgatta a gyomlálás közben a rádiót, és ugye akkor is megvoltak a reklámmarketingek, minden egyes órában le kellett adni ezt a számot. És az a lényeg, hogy amikor meghallottam, akkor mindig átmentem a Bodnár nénihez, és szóltam neki ilyen kis totyogos, hogy ha lehet, ezt ne hallgassuk. És mit adott a Jóisten? Rá 93-tól 20 évig játszottam ezt a számot, úgyhogy... Na hát egyébként... Abszolút a karma. Tamás elhozta a hangszerét, én ezt elárulom, a szájharmonikát. Egyiket. Majd a végén, jó? Nem most, azért csak, hogyha így kedved, egyszer csak kedved szottyan és valamihez itt harmonikáznál nekünk, akkor szerintem bármikor bátran kap elő a harmonikádat. Egyébként miért hoztál? Mert hát, én azt hallottam, hogy neked egész gyűjteményed van, ugye ezt jól tudom? Hát gyűjtöm is a hangszereket, de hogy igazából a története jobban foglalkoztat. Ugyanúgy, mint a város történet, a hangszernek is, ennek a kicsi hangszernek is van története. És nagyon izgalmas, szerintem a magyar vonulat főleg nagyon izgalmas, de ebben most nem menjünk bele, szerintem annyian vagyunk még itt. Jó, de lehet, hogy lesz egy pár mondat majd erről is, mert tök izgalmas. Na de ahhoz kapcsolódóan, meg pont ehhez kapcsolódóan, amiket most itt a végén meséltél, engem az érdekelne, hogy ti miben, tehát most térképészetileg leraktuk ezt itt, hogy ki honnan jön, de hogy miben szocializálódtatok, tehát hogy családilag mi volt az a löket, vagy az az inspiráció, amit ti kaptatok háttérből, hogy arra fele mentetek, amerre mentetek, és ahova gondolok nálad az építészeti vonalra is, meg erre az egész érdeklődése nálad. Talán nyilvánvaló ez a kulturális vonal, vagy művészeti vonal. Tamásnál meg hát a zenei szál tényleg nagyon érdekes, úgyhogy miért pont a szájharmonika, hogy? De kezdjük akkor, Bori, veled, jó? Hogy a családi háttér az mit adott, vagy miben szocializálódtál, milyen környezetben, és mennyire volt erős ez a nagyon meghatározó gyökér, ami nálatok van? Hát nagyon erős volt, tehát én abszolút egy olyan terhelt művész családban nőttem fel, ahol tényleg így érdekes utólag erre visszagondolni, tehát hogy tehát a realitás, az élethez való valami normális kötődés az igazából nem nagyon volt. Szóval... Ugye édesanyám mondjuk nem lett ilyen értelemben művész, ő a József Attila gimnáziumban tanárnő volt, de az tényleg olyan művészi fokon csinálta, hogy tehát szerelmesek voltak bele a tanítványai, meg olyan szinten kötöttek hozzá, hogy a mai napig jönnek oda hozzám a régi tanítványai, annyira imádták, és hát ebből ez is egy, ugye most egy ilyen fájó dolog, hogy mit jelent egy jó tanár. Tehát ez ugye ebben az áldatlan helyzetben, amiben most van az oktatás, ez tényleg, tehát ugye tényleg emlékszem, hogy zarándokoltak hozzá, tehát ott voltak nálunk állandóan a tanítványai.
Úgyhogy egy egész másfajta kötődés, és mai napig mondják, hogy tudom a verset, mindent tudok, amit kellett tudni, mert olyan szuggesztív volt, olyan csodálatos volt, hogy minden beívódott, irodalom tanár volt. De ettől függetlenül mindenki alapvetően az álmaiban, a művészetében élt körülöttem. Ugye nagyapámról van is egy ilyen történet, hogy amíg az 50-es években ugye Jékely Zoltán költő nem publikálhatott, és akkor itt a Széchenyi könyvtár, akkor még ugye itt volt túlfelen, dolgozott, és akkor nem is tudom, melyik költőtársának ez az emlék, vagy története róla, hogy ment hozzá, és akkor mondta a könyvtárosnő, hogy csönd, Berta, mert a költő úr éppen álmodik. Tehát, hogy ez volt, tehát nálunk nem az volt, hogy valaki aludt, hanem mindenki álmodott, mindenki. Tehát, hogy, és nyilván így nőttem föl, a realitáshoz semmi közöm nem volt, tehát engem nagyon feldobott az, amikor volt olyan barátnőm, aki lakótelepen lakott a Fehérvári úton, és ment a tévé, meg minden olyan egyszerűbbnek tűnt, mint nálunk. Tehát, hogy ez egyszerre teher is, de kincs is, azt gondolom így felnőni. Úgyhogy hogy nekem a gimnáziumi éveim is azzal teltek, hogy én folyamatosan az ilyen irodalmi hősnőimet, amiket hát túl korán olvastam el mindent, és akkor mindig azt gondoltam, hogy én olyan vagyok, mint a Madame Chauchat, vagy az Anna Karenina, vagy a nem tudom, és be kell feküdnöm szanatóriumba, meg meghalok, meg idegbeteg vagyok. Tehát, hogy én abszolút ezt a vonalat vittem tovább, és ezzel kiborítottam magam körül mindenkit. Úgyhogy nekem így indult, és úgy egyértelmű volt eléggé, hogy színész leszek emiatt is. Oké, Dávid, nálad, de hát te ilyen polihisztorként működsz, lényegében jött a zene, jött a igen, tehát az újságíróra mondták egyszer valaki azt, hogy újságíró az az ember, aki mindenhez egyformán nem ért. És tehát ez valamilyen szinten igen, tehát hogy ilyen értelemben igaz rá. Tehát, hogy minden. Én nekem ez is egy ilyen határmesdje, mint ez a Mátyásföld, ez a sehova se tartozás. Én abszolút munkás családból származom, apukám, anyukám. Tehát én első generációs értelmiségi vagyok, és emiatt sem tudok beilleszkedni sehova se rendesen, vagy mindenhova, hogyha úgy veszem. És ők nagyon-nagyon szerették volna, ha mi visszük valamire, úgymond. És nagyon érdekes, ezt csak később tudtam, mert apukám ugye villanyszerelő volt, de az ő édesapja az egy segédmunkás, aki a Tripolisban, de nem tudom, hogy bárkinek mond a Tripolis szó valamit, az egy olyan budapesti nyomornegyed volt, ahova a rendőrök nem mertek bemenni, tehát egy nagyon kemény gettó. Na mindegy, és ez fönt volt Újpest fele, hogy a Lettle Angyalföld, ez az a rész, tehát Észak-Pest, és előtte pedig a Ferencvárosban, onnan költöztek át oda, a Ferencvárosban szintén egy hasonló nyomornegyedből, de csak később tudtam meg, hogy viszont az ő édesapja, tehát a dédapám, ő viszont egy olyan építőmester volt Makón, aki egy építési vállalkozóként és házakat alkottak, meg terveztek. Akkor körülbelül egy személyt jelentett egy vidéki kisváros esetében, aki tervez, aki épít, meg aki meg foglalkoztatja a munkásokat. Csak a fia az egy ilyen, hogy hát ugye csináltak egy jó döntés, hogy Makóról elmentek szerencsét próbálni Erdélybe, nem sokkal Trianon előtt, ami hogy nem jött be, és akkor a fia viszont ugye visszaszökött akkor a határok lezárása után följött Pestre szerencsét próbálni, és úgy került végül is ezekre a vagonlakásokba, ahol a menekültek laktak. Szóval ezt csak később tudtam meg, tehát végül is valami érdekes módon, amiről én nem is tudtam, mert réges-régen írtam építészetről, amikor megtudtam azt, hogy igazából ő, tehát ez a dédapám, ő tulajdonképpen építészettel foglalkozott. Tehát ez egy tök érdekes összefüggés. A másik ágon ott pedig azért egy ilyen nagyon kispolgári vonal volt édesanyáméknól, és ott pedig az érdekes, hogy az én nagymám, ő könyvkötő volt az eredeti végzettsége, anyukám, ő retusőr volt, tehát nyomdász volt, és akkor én meg ugye az író. Tehát igazából tök érdekes, hogy abból a vonalból is bejött ez,
Úgyhogy nekem úgy valahogy így áll össze, de amúgy egy abszolút egy jó értelembe vett egyszerű család volt, aki szerencsét próbált, és akkor gyakorlatilag az a ház, ahol még az édesanyám minden mai napig él, egy ikerház, azt a apukám a testvérével együtt építette föl, mert ugye ő villanyszerelő volt, a testvérje villamosmérnök lett már, de hogy ilyen kalákába rakták a téglát, és na mindegy, szóval így épült egy házat Mátyásföldön, és abban nőttem föl. Úgyhogy kb. Így. Tamás? Igazából azt kell mondanom, mert Dávid mindent elmondott az én életemről. Az én déd nagyapám is építész volt. Jaj, rosszat mondtam, mert véletlenül a tiédet mondtam el, most akkor mondd el az enyémet. Cseréljünk már helyet, hogy legközelebb te agylőjem le a poénjön. Igazából beszélgettünk előtt, és így jegyzeteltem, és elloptam a jó sztori szálakat. Igen, az én déd nagyapám is építész volt, ő Pesten volt építész, és kőbányának tervezett ilyen. Hát főleg iparépületeket, téglagyárat, de például a Dréher sörgyárban is benne volt azért félig meddig. És itt megint egy karmát, utolsó karmát elmesélem nektek, hogy én nem ismertem a déd nagyapámat, a lényeg az, hogy az én családi hátterem, inkább nagyon sokat albíztam itt a Budapest nagyon sok részén, főleg a zenész lévén a belvárost részesítettem előnyben, nem kellett taxizni, és a többi. De hogy, tehát nagyon sokáig nem laktam ott, ahol most lakok, hiszen ott, ahol most laktam, még nem laktam előtte. Szóval a lényeg az, hogy ha én kinézek a konyha ablakból, kőbányán lakok most, akkor azt a tornyot látom, azt a két tornyot látom, amit a déd nagyapám tervezett. De én ezt nem tudtam, hanem a déd nagyapám hagyatékából, turkával megtaláltam azokat a fényképeket, amit ő fényképezett le, ilyen részmunkaként, és ott van az a, képzeld, az a torony, meg a víztorony is. Ez a két ipari épület lett meghagyva az egész téglagyárból, mert utána kiaknázták az agyagot kőbányán, és akkor megbetiltották a bányászatot, helyette feltöltötték szemétre, és a szemétre épült az a ház, ahol én épülök. Szóval, hogy most körülbelül itt tartok, de ez is egy karma, hogy gyönyörű, hogy a konyhaablakból kinézek, és a déd nagyapámnak a hagyatékát látom szembe. Na, szóval a lényeg az, hogy az én szüleim elváltak, illetve hát én anyámmal nevelkedtem gyakorlatilag, illetve a nagyapámmal közösen, illetve még a nagynénémmel, illetve szóval nem voltunk egy gazdag család, hanem a családnak az összes maradékát összeöntötték egy házba, így finoman szólva, az alaksor középen a tetején, és mindenki kapott egy részt, úgyhogy egy kicsit ilyen family házba laktunk, a maradványok ott laktak. És voltak belőle, nem kis gondok voltak. Szóval tényleg, ugye generációs problémák, egyiknek nem tetszett az a zene, amit én szerettem. Én nagyon szerettem ifjúként mondjuk a Status Quo-t, és akkor ugye ez nem egy ilyen simogató zene, és akkor kihajtottam, mert azt mindenkinek kellett hallani a háznak. Erre a nagynéném bedurvult, és ő meg az operát szerette, úgyhogy ő is feltette csutkára. Úgyhogy volt élet. Na és, de én igazából nem zenészként indultam, hanem rajzosként indultam, és én nagyon szerettem volna rajzzal foglalkozni. Csak hát jöttek ott is a pofonok, akkor se volt egyszerű szerintem bejutni egy ilyen művészeti iskolába, teljesen mindegy, hogy rajz, zene, színművészet vagy bármi. Tehát ott ugye elég erős szelektáció van, meg hát tegyük hozzá, hogy a protezsáltak is szép számmal voltak, főleg akkoriban, ugye ez a Kádár rendszerben volt még bőségesen. Úgyhogy én abba hagytam gyakorlatilag a rajzolást egy-két pofon után, és akkor elkezdtem nyomdába járni, képzeljétek el, és nyomdászként végeztem, úgyhogy majd buli után összehozzuk ezt, még folytassuk a beszélgetést. Na, szóval a lényeg az, hogy és nagyon is érdekelt a nyomdaipar, főleg a tipográfia és a könyvkötészet. Hiszen a lényeg az, hogy én ott nevelkedtem, és ott ismertem meg nagyon sok zenész kollégát, aki ismeri például
ma aktívan működő zenészeket, többek között mondjuk a Gyenge Lajos dobost, vagy nem is tudom, tehát nagyon sokat sorolhatnák, például a Vörita, Vörös Gábor, például basszusgitáros, mind az én folyamból jött ki gyakorlatilag, úgyhogy rengetegen voltunk zenészek, és akik nem nyomdászok lettünk, de jó is döntöttünk, mert nyomdaipar már nincsen gyakorlatilag, most már csak ilyen digitális fénymásolás van szinte. Na, a lényeg az, hogy én nekem így jött ez az egész zenebohózság, hogy anyám azt mondta, hogy hát, fiam, megpróbáltunk zongorázni, tanítani, nem érdekelt. Jó. Jártál kórusba, ott egyedül voltam fiú, de nagyon jó volt azért, mert a Galgalja Mácsai lakodalmas, az egy ilyen Vikár Béla mű, dalmű gyakorlatilag, én lehettem a pap is, hát én hihetetlenül boldog voltam, külön szólót kaptam és a többi. De hát az nem volt egy szerencsés helyzet, ugye, hogy mit tudom én, 50 lány, egy fiú. Aztán utána elkezdtem mandolinozni, de túl sok volt a húr. Igen. És amikor elkezdtem a Triánnál nagyon rövid ideig dolgozni, akkor pozánt vettem, mert akkor azt már ide, de előtte a szájharmonikára rákattantam, mert azt mondta anyám, hogy én többet nem veszek semmilyen hangszert neked, és akkor volt ilyen kötelező nyári gyakorlat, gyakorlatilag a diákokkal megdolgoztatták ugye a diákokat, és akkor nem kellett fizetni nekik, csak minimális, és közben le lett nyomva a Népszabadság több százezerbe. Szóval az a lényeg, hogy ez egy ilyen jó árukapcsolás volt, és akkor azért kaptunk nagyon kevés pénzt, és azon a nagyon kevés pénzen megvettem az első szájharmonikámat, és úgy látszik, itt is van egy ilyen igazság, hogy az embernek a saját dolgát, ahogy megszerzi, te szerzed meg, az fog megmaradni neked is. Hát ez így volt. Egy gyönyörű sorsok. Dávid, azt hadd kérdezem meg, hogy lettél te urbanista? Tehát, hogy azt a tudást, azt honnan szedted össze? Vagy ez csak érdeklődés, hogy mi a lantablak, meg a hegedű ablak közötti különbség, meg ilyenek? Ez nincs ám akkora tudásom, mint amekkorának hisznek. Tehát, hogy igazából én az a fajta vagyok, hogy tudod, van az, akit sokszor látsz a tévében, akkor azt hiszed, hogy az a legokosabb meteorológus, vagy az a legokosabb, nem tudom én, kertész. Szóval, hogy de amúgy valóban, tehát ami én Gödöllőre jártam egyetemre, környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok papírom, és ez egy baromi izgalmas intézet volt, egy ilyen holisztikus műhely, tehát olyan dolgok vannak az indexemben, hogy reneszánsz filozófia 5-ös egyébként, csak úgy, meg mit tudom én, zenetörténet 1-2. És ez egy nagyon érdekes kísérlet volt, nem véletlen, hogy aztán azt gyorsan el is taposták azt az intézetet, és egy nagyon furcsán próbált így egyensúlyozni a humán, meg a reál, meg egy ilyen környezetvédelem, vagy ilyen ökológikus gondolkodásban. És engem mindig is a természetvédelem érdekelt, én ilyen nagyon nagy madarász voltam gyerekkoromban, gyűrűzővizsgát tettem, nem tudom micsoda, és engem érdekelte a természetvédelem, én azért mentem ide, egy kis kanyar után Keszthelyről, mindegy, lényeg az, hogy Gödöllőn végeztem, és ott tanultunk először építészetet, meg várostervezést, meg területtervezést, meg ilyen köztereknek a tervezését, és az is nagyon furcsa volt, mert tanított minket például a Makovec, ilyen organikus dolgokra. De a várostervezés, meg a területi tervezést, tehát nagyon nagy szakemberek oktatták. És akkor engem ez elkezdett érdekelni. És akkoriban indultak ezek a blogok, és volt egy, az már ilyen zenei vonal volt, hogy én énekeltem egy zenekarban, egy másik zenekarban basszusgitározott az akkori Indexnek a kulturális rovatvezetője, és mondta neki, hogy miért nincsenek ilyen blog, amelyik ilyesmiről szól, és hát nincs rá ember, de akkor én még csak olvasni szerettem volna ilyet, nem gondoltam volna, hogy ezek bárki írhat ilyet, és utána később fölmerült az Indexbe, és hogy legyenek ilyen blog, és akkor mondta, hogy téged úgyis érdekel, akkor te nem akarsz írni, és hát de nem értek hozzá, nem baj. És akkor elkezdtem, és hát azért az elmúlt, nem tudom én, másfél évtized, vagy még több idő alatt, azért rám ragadt. Tehát, hogy én engem, ha valami érdekel, akkor abban beleásom magamat, és akkor hát rengeteget olvastam, meg tanultam erről. Úgyhogy nem, tehát nincs róla papírom, hogy én ehhez értek.
Jó, de azért hiszünk neked, hogyha mondasz nagyon aranyosak vagytok, vagy nagyon jól csinálom, ez a másik. Én megnéztem, hogy mi a különbség a lantablak és a hegedű ablak között, amit valahol hát említett, és most sem tudom. Én ezt leírtam egyszer egy könyvben. Igen, de ezek szerint, ezt olvastad, ez fantasztikus. Na, de erről majd később. Vagy a végén, visszatérünk rá. Most kiderül, hogy itt nagyon sok dolog összekötti titeket, de egy dolog biztos, ez a zene. És ezzel kapcsolatban én azért ilyen 80-as, 90-es évekről beszélgessünk egy kicsit, és akkor Budapestről. Hogy milyen volt itt akkoriban a klub élet, ti hogy kezdtétek a zenélést, és hol kezdtétek a zenélést, és hogy változott ez odáig, hogy, mondjuk a 90-es évek elején, ott 93 volt az első Sziget Fesztivál, talán, vagy azt hiszem igen. Tehát amikor elkezdődött ez az igazi könnyű zenei buli Budapesten. Ezt hogy éltétek meg? Tamás, te beszéltél a 80-as évek klubmozgalmairól, ugye? Hogy Hát igen, ugye. Igen? Már hogy nem most, hanem igen. Még korábban, amikor beszéltünk telefonon, akkor szóba került ez, és ezen megragadott, hogy erről egy kicsit itt... Én elég mindenevő voltam gyerek, zenén, tehát nagyon szerettem az Edith Piafot, valószínűleg azért, mert nagynéném mindig azt ordította lent, és akkor egy idő után megszoktam, hogy Edith Piaf, és de tényleg szerettem az Edith Piafot. De szerettem a Széchi Pált is, meg a Deep Purple-t, és csak hogy teljesen hasonló zenéket mondjak. Gyakorlatilag az operett kivételével majdnem mindent megettem, és aztán valahogy eljött ugye a tínédzserkor, és akkor ugye 78 körül megjelenik Magyarországon a... Előtte is volt már, de nem ennyire látványosan, mint a Hobo Bluesben, ugye a blues mozgalom, hiszen a Hobónak köszönhető volt az, hogy többek között elsőként nagyon nagy rétegekhez el tudta vinni ezt a műfajt. És akkor én is rákattantam ezt, tehát rengeteg, szinte gyakorlatilag majdnem minden klubestjükön ott voltam, de akkor még én igazából ilyen kis taknyos voltam, tehát én nem nagyon játszottam még sehol, csak így magamnak otthon fújkáltam a harmonikát, vagy éppenséggel később a középiskolában. A nyomdaipar, amikor vége lett a sulinak, akkor a pingpongasztal tetejére a kocsisírma, tudod, sütött a nap, egy-két kocsisírma korty, és utána ment a Room to a John Mayer-től. Már ahogy én hallottam azt persze, vagy én ahogy emlékeztem rá. Na, de szóval a lényeg az, hogy aztán meg, ugye a Hobóban volt egy harmonikás, úgy hívják, hogy Bodonyi Attila, ő megalapította a buszkocsma mozgalmat, és én igazából elsőnek ott ragadtam meg igazából. Tehát az a világ volt nekem, ami nagyon szimpatikus volt, hiszen a Hobó az egy sokkal merevebb, az egy szimpadias, távolságtartó zenekar volt akkor is. Értem én, hogy a Hobó nagyon jó előadó művész, de azért tegyük hozzá, hogy maga a klub életnek a klubságát, azt inkább a Kassák klubban lehetett, vagy azokban a klubokban lehetett megérezni, mint az FMK, tehát ahol nem feltétlen a másfél méteres dobogó volt a domináns, ugye, mert az FMH-ban, ahol ők kezdték, vagy a Bercsényi, ott mind volt dobogó, és akkor az már egy távolságtartás volt. Mi meg így néztük, ott nem tudom, én jártam ilyen Magnóval, ZRK Magnó, meg nem tudom, ilyen egészen elképesztő szocialista gyártmányú felvevőkkel felvenni ezeket a koncerteket. Na, a lényeg az, hogy én ott kezdtem valahol a zenével való és a klub élettel való barátkozást, és ez 82-83-ra tehető gyakorlatilag, és ahogy így szépen belefolytam, megismertem az akkori nem csak Pest, hanem a Pest környéki klubokat is, hát azt kell mondanom, hogy szépen elhanyagoltuk ezeket mára. Nincsenek. Tehát az a egy-kettő, vagy ami fémjelzi Magyarországon, vagy most Budapestet klub, az nagyon karcsú. És az a féle pezsgés, ami volt itt, annak ellenére, hogy stratégiailag nem közel se volt ennyire kiépítve, hát nem tudom, szinte az volt, hogy a férfi női mosdó közös volt, majdnem, sok helyen például, nem tudom én mi. Mégis nem csak az atmoszférája volt ezeknek a más, nem csak azért, mert az egy nagyon más milliót jelentett, egy kiszakadást, egy 80-as évekbeli fiataloknak való lázadást jelentett szerintem, de nem olyan, mint a hippikor, hanem egy ilyen nagyon sajátságosan. Aki a klubokba eljárt, az nem oda tartozott, ahova a többi általános iskolás, vagy akik meg szakközépiskolás, akik nem mentek sehova, hanem suli után otthon maradtak, tévéztek, vagy tanultak.
vagy lementek a parkba, hanem mi egy külön kasztot képviseltünk. Olyannyira egyébként, és ezt a forrongást én valószínűleg már egészen korán elkezdtem, mert hát bejött a csőgatya. Ugye előtte trapézgatyák voltak a 70-es években, és bejött a csőgatya. És én nekem sem anyagilag nem engedhettem meg az anyám, hogy megvegye ezeket a drága cuccokat, mert hát akkor is ugye csőnadrág, de az ő szerinte, egy vallásos hölgy volt, gyakorlatilag, hát ez nem volt illdomos mondjuk egy 13 évesnek. És akkor trapézgatya, de én gyűlöltem a trapézgatyát, mert ugye mindenkinek az iskolában csőgatya volt. És képzeljétek, képes voltam, ugye én erdő mellett laktam, és képes voltam, mit tudom, egy jó 3/4 órával előbb elindulni az iskolába, ami körülbelül 3 utcányira volt tőlünk, hogy beszűkítsem, vittem cérnát és izét, tűt, és beszűkítettem a nadrágomat, majd tanítás végével visszaszűkítettem. Csak ugye ez a kordbársony anyag, főleg az akkori kordok, azok nem olyan profik voltak, úgyhogy kb. Ez a harmadik varrás után megkérdezte anyám, hogy miért kopik annyira comb középen. De aztán látta, hogy nem, nincs ezzel különösebben mit tenni, tehát eleresztette ezt a projektet. Lehetne aztán csőgatyám. Na mindegy, szóval, hogy maga a klubmozgalom is valami ilyesmi, hogy azokból az emberekből tevődött össze, akkor jelenik meg az URH, akkor jelenik meg az igazi alternatív mozgalom, a Müllerék akkor kezdenek kinyílni igazából, a kontrollcsoport, az Aurora, nem tudom, sorolhatnám, aki abban a világban klubozott, tudja, hogy ezeket a Soma például a sajátos előadó művészi dolgaival, amit igazán nem nagyon tudott hova tenni az akkori Kádár szféra zeneileg. Nem sugározták a rádiók, nem lehetett, mert szubkultúrát, erősen szubkultúrát képviselt. Ugyanígy az én zenekarom is, ahol kikötöttem ugye a Palermo Boogie Gang, mi is egy szubkultúrát képviseltünk. Nem létezett Magyarországon blues, csak a Hobo Blues Band létezett, ők voltak a blues. És mi, amikor elkezdtük játszani, angolul énekeltünk, és a Fregat pubba kezdtünk el játszani, az első olyan pub, ugye a Molnár utcában gyakorlatilag, ami arról szólt, hogy már egy amerikai stílusú, vagy egy angol, ugye ez egy angol pub volt, stílusú szórakozó hely volt, nem az a kimondottan művelődési házas felépítés. És a lényege az az egésznek, hogy minket se szerettek. Meg kellett emészteni, meg kellett várni azt a pontot, amíg ez a kettő, a fehér vonulat, amit a hobók képviseltek, a Jim Morrison, tehát a beat, bocsánat, a beat kultúra és a többi, valahogy elfogadásra, vagy aha, nem csak az van, hanem létezik még feka zene is, feka blues, aha, és az a zenekar, azok, akik ott játszanak csütörtökönként, akkor azok azt játszanak, hogy nézzük meg. Szóval, és éppen ezért nem tudtak hova sorolni, és azért tudok ennyi mindent erről a világról, mert nem voltunk blues zenekar, olyan kategória nem volt, hanem mi alternatív zenekarként voltunk besorolva, tehát rengeteg alternatív zenekarba tudtam játszani, az Öcsikéjéktől kezdve, hát nem is tudom, nagyon sokba, a Mennyhártyánőjéktől kezdve, nagyon sok, akkori zenekarokban, gyakorlatilag, alteros zenekarokban. Dávid, azt hiszem, hogy mi körülbelül 10 évvel lecsúsztunk erről, így korban, ugye? Tehát, hogy egy kicsit 10 évvel később. Igen. De az lenne a kérdésem, viszont akkor menjünk tovább, tehát akkor a 90-es évek, mert szerintem te is akkor voltál, abszolút, ugye, ilyen gimnazista. Annyival egésztünk, hogy nekem a 70-es években van egy klubélményem, amit te említettél, hogy a Kassák Klub. Én ugyanis egészen kisgyerekként apukám odavitt minket mindig az Aprók táncára, mert hogy a Sebő együttes, akkor szintén tulajdonképpen egy alternatív zenekar volt, egyébként egy forradalom volt akkor ez a táncházmozgalom, és ők ott játszottak minden héten, Sebestyén Mártával, Halmos Béla, stb. És mindig a tánc előtt volt Aprók tánca, amire apukám elvitt minket. És nekem a Kassák Klub az azt jelentette, és évtizedekkel később esett le, hogy úristen, az egy underground klubhelyiség volt, ahol tényleg az URH-tól, vagy még korábban Kex, meg nem tudom, kik léptek föl. Szóval ez tényleg egy ikonikus hely, számomra meg ezt jelentette, és tudtam, hogy van, nem tudom, lila hagymás, meg csemege uborkás zsíros kenyér. Tehát valahogy ezek a legfontosabb momentumok, amik megmaradtak a Kassák Klubból így kora gyerekkoromból. De igen, utána valóban... De ez még a 90-es években is hasonló. Nem tudom, mert akkor már nem oda jártam. Titanicra emlékszel?
Titanic. Az Akácfa utca. A Quimby kezdett ott, képzeljétek el, mi oda jártunk állandóan. A Titanicot hitták szuterénnek gyakorlatilag. Igen, ugye? A szuterén, így van, az vagy még a szuterén volt korábban, ugye? Igen. Talán igen, na oda jártunk még gimnázium, és a Quimby ott kezdett, mint egyetemista zenekar. Mi még ilyen harmadik gimnazisták voltunk körülbelül, és mi minden koncertjükön ott volt, tehát egészen más volt, mint utána ez a nagy színpadi show, tehát hogy ott tényleg egy ilyen klub, hagymás zsíros kenyérrel és zsíros deszkákkal. Igen. Hát a 90-es évek... Tessék? Azért ez megvolt 90-es években, meg volt, még persze. Egy picit. A 90-es évek pedig mi ugye fél vidékről, ugye nem feltétlenül klub, tehát nem voltak törzs klubjaink, vagy nem volt azt, hogy mindig elmegyünk a valahova, hanem voltak kedvenc zenekaraink, és azokért elmentünk bárhova Budapesten. Tehát, hogy egyébként rengeteget jártunk például a Hobóra is. És mi nem voltunk a kedvenc? Én rengeteget láttalak téged színpadon, de ezt mondtam is. Tehát, hogy nekem te egy ilyen ikon voltál, hogy úristen, tehát, nem tudom, 30, nem tudom hány évvel később most veled fogok beszélgetni. Mert hogy mi jártunk, tehát rengeteget, ugye én is a Hobó felől közelítettem, és aztán rengeteget jártunk blues fesztiválokra. És akkoriban az volt egy olyan nagy hullám volt a bluesnak így a 90-es évek legelején, vagy inkább ennek a blues rocknak, és annak a farvizén ugye az autentikus bluesnak is, hogy akkor tényleg tömegeket lehetett megmozgatni, ilyen underground szinten tömegeket, és akkor ebben mi is beletartoztunk ilyen kis játék hippiként, mi direkt trapézgatjába mentünk, mert hogy nekünk az volt, éppen akkor az volt a menő tarisznyával, meg hosszú haj, meg mindenféle ilyesmi, mellény, virágos ing. és igen, és akkor nem tudom megmondani, hogy pont, de például szerintem Pécset, ott tudti, igen, hogy láttalak titeket. Nagyon sok helyen, igazából ez annak is köszönhető volt, hogy Budapesten megnyílnak azok a helyek, mint a Blue Box, és a Tilos az első igazán már nem a szocialista gondolkodás szerint felépülő, és nem csak egy ilyen átalakított, vagy átvett, hanem nagyon sajátságos magyar, azt kell mondanom, kocsma klubok gyakorlatilag, ahol szintén ugyanaz a réteg játszik, amiről már az előbb beszéltem, és nyilvánvaló, hogy azokban rengeteg egyetemista volt, tehát valószínű, hogy te is úgy sorultál ezekre a helyekre, mert akkor az akkora erővel bírt, hogy gyakorlatilag az egész Budapest, sőt, hát az egész Hollandia akarta látni, ugye megnyíltak a határok, és mindenki oda akart menni, amit a Vováék kitaláltak, legalábbis, és ez nagyon jól működött. És hát abból jön aztán később ez az egész fesztiválos díj, hogy mennyire szeretik az emberek az ilyen, olyan, amolyan műfajokat, és ennyi. Sőt, hogy még egy utolsó ilyen udvarlósat elmondok. Ne, hagyjuk a politikát. És utána átadom, hogy volt, akkor volt, hogy na most már a tényleg a legutolsó LGT búcsú koncert lesz. Nem tudom, az ott, ami volt, később volt még 3-4, amikor a Nyugatit lezárták, és akkor és arra nekünk volt jegyünk, és utána láttuk, hogy Pécset Blues Fesztivál, és akkor eladtuk az LGT-s jegyünket, és akkor elmentünk a Pécsre Blues Fesztiválra. Tehát, hogy tényleg nagyon oda voltunk ezért az egész underground dologért. Bari, te? Hogy kezdted? Vagy benne voltál ebben a klub életben még? Vagy hogy kezdtétek? Én sajnos pont egy picit már lecsúsztam arról, ami nekem igazán a szívem csücske volt. Én abszolút underground, tehát engem az mozgatott, és ezeket a zenekarokat imádtam. Ugye Trabant, Európa Kiadó, Balaton, URH, de ezek már, mire én már elmehettem otthonról különböző fedősztorikkal, addigra már annyira már nem koncerteztek. De azért még elcsíptem Rádai klub, meg egy-két ilyen, tehát azért ahova. Meg másolt kazikon, gondolom, hallgattad otthon. Ja, hát fejből tok mindent, nyilván a mai reggeltől esti mindent. De egyébként én is voltam csöves, csak akkor még nagyon kicsi voltam, 11 éves. A bátyámat majmoltam, tehát nekem ezek úgy voltak meg, hogy az neki volt ilyen szimatszatyra, és akkor azon volt ez a Hobó, meg Mini, meg nem tudom, tudod, és akkor ez akkor nekem is volt olyan, de hát koncertekre nem jutottam annyira el. És én aztán, amikor ezt az egészet elkezdtem, mert én a 90-es években már a színház hatás volt, és mi ki se jöttünk a színházakból, tehát hogy így.
akkor már teljesen az volt a fő szenvedély. Én a 2000-es években kezdtem el klubozni az Amorf Ördögök zenekarral, ugye, és akkor akkor csöppentem én egyáltalán ebbe úgy bele, hogy már a másik oldalra kerültem, ahol azóta is vagyok, ugye, akkor Kultiplex, meg hát rengeteg klub volt akkor is, meg a vidéki klubok, meg, és hát én végül is azóta, azért vannak még klubok, meg még vidéken is, és én azóta végül is ezt a, most már 25 éve ezt a mókuskereket csinálom, hogy turné plusz klub, akkor oda már nem megyünk, mert az már vége, ott már nincs közönség, vagy nem tudom, és akkor megy egy ilyen körforgás, de a Budapesten meg nyilván teljesen más, mert ez teljesen megváltozott zeneileg. Oké, okay. Bocsánat, csak egy korcsot hadd igyek, még annyi hangom sem maradt. Kicsit térjünk vissza Budapesthez, akkor bocsánat itt a klub élet után, csak olyan szempontból, hogy én ezt mindenféleképpen, ezt az idézetet innen a kiállításról loptam, nem mondom el, hogy ki mondta, de szerintem egyébként tök érdekes, és egy kicsit más gondolatiság. Az hangzik el itt az egyik interjúban, hogy városinak vagy vidékinek lenni nem születés, hanem személyiség kérdése. Szerintem ez tök érdekes. Ti mennyire éreztétek azt bármikor is, hogy nektek a város sok, elmennétek innen kicsit a klub élet, vagy ehhez kapcsolódva is, kicsit elszakadnátok, hogy elmennétek, vagy nem vagytok városiak, vagy egyáltalán megáll-e ez a mondat, hogy személyiség határozza meg azt, hogy valaki vidéki vagy budapesti. Hát én nem tudnék, nem város, én nagyon városi vagyok, és ezen felül is nagyon belvárosi, de nyilván azért is, mert én azért szeretek városba élni, hogy a városba éljek, tehát ott legyek a pörgésbe. Én Soha nem érezted azt, hogy neked ez sok is elmenni? Megosztom, tehát én sok időt töltök erdőbe is, meg el tudok szakadni, de egyszerűen engem a munkám annyira ide köt, meg a színházak, hogy én azt nem tudnám elképzelni, hogy én a próbákra, meg a színházi előadásokra ingázzak. Meg én egyszerűen ezt élvezem. Most egy olyan helyen lakom, ahol mindig is vágyottam, a Pozsonyi út, ami bár ugye úgy mondjuk, hogy falu, ugye ott az ős gyökeres 13. vagy újlipotvárosiak, vicces egyébként, de ott egyszerűen tényleg annyira élvezem, hogy kijövök az utcáról, és onnantól ez van, hogy hello, szevasz, mi van, aha, várjál csak, most oda bemegyek a Marikához, a zöldséget, tehát, hogy én ezt iszonyatosan élvezem, hogy kijövök az utcára, és nem vagyok egyedül. Én nagyon szeretem a várost. De te visszavágysz egy kicsit oda falura, honnan jössz? Én ott lakom. Tehát, mint mondtam, én onnan soha nem jöttem el. Egyébként ez baromi érdekes, hogy a Pozsonyi, hogy ez egy út, nem? Pedig annyira utca. És te is mindig utcát mondasz, mert hogy annyira az a hangulata. Én mondtam, tehát én ilyen, körülbelül ilyen két-három sarkokat költözöm életemben. Tehát abban az utcában, például most lakom, az a harmadik lakcímem. Tehát hogy már volt, hogy már egy másik utcában is laktam. Nekem, hogy mondjam, tehát hogy én úgy képzelem el az embert, vagy magamat, hogy van egy erős ilyen Mátyásföldi identitásom, és akkor akkörül van egy szélesebb, akár egy 16. kerületi, van egy pesti, és utána van egy budapesti. És hogy ezek, és utána jön az, hogy igen, hogy magyar vagyok, és itt tovább, hogy európai, tehát stb. És ebben egy tök fontos keret a Budapest, de legalább sokkal fontosabb talán maga az, hogy Pest is fontosabb, mennél kisebbre mész, ezek szerintem jobban meghatároznak. Én így érzem. És vannak ilyen erős identitású helyek, hogy nem tudom én, egy újpesti, az általában egy büszke újpesti. Vagy a budaiakban is van egy budaiság, ami szerintem tök jó. Tamás, kicsit úgy kérdezném ezt tőled, én egy beszélgetésben azt hallottam, egyez, hogy mindig nagyon tiltakoztál az ellen, hogy téged művésznek szólítsanak. Igen. Nem. Tehát, hogy te nem vagy művész, ezt mindig elmondtad, hogy ezt nem. Másrészt meg, ugye szóba került az, hogy a te tudásod, meg hát azért tényleg világhírű a te tudásod, én azt gondolom, de hogy azt került szóba a beszélgetésben, hogy mégse lettél ugye világsztár, szájharmonikás, és hogy ennek van egy olyan oldal, hogy pedig hát
lehetnél akár, hogy Budapestről ezt nem lehet? Tehát, hogy innen kívül, nem, meg lehet vagy ez inkább mentalitás kérdése szintén? Minden meg lehet csinálni szerintem. Tehát ez nem gondolom azt, hogy városfüggő, Moszkvából is vannak világsztárok, vagy nem tudom, tehát nem tudom, Kínából, bárhonnan. Én nem arra vagyok, nem az a küldetésem, sem a művész. A művész az egy nagyon fontos státusz, és én nagyon gyerek vagyok sok mindenben még. Nem akarom elveszíteni ezt, mert nem akarok... minden nap a médiában. Volt, hogy a minden nap a médiában, és nem tetszett. Nem esett jól. Nem azért, mert oda jönnek hozzám, hogy akkor jaj, láttuk művész úr, de jó volt, nem tudom. Nem. És hogyha így, ez megtörténik mondjuk a metron, hogy oda jönnek, akkor egyszerűen elsüllyedek. Miközben ez másoknak tök természetes, és én ezt nem tudom kezelni. Tehát én nem gondolom, hogy Budapest az oka ennek a dolognak. Az biztos, hogy, hanem inkább az a millió, ami mindig is körülvett engem. Én mindig azokhoz szerettem tartozni, akik a senkik. Mert most idézőjelbe téve, jó értelme veszem, mert a valakikben mindig valahol a végén csalódtam. De persze, van egy csomó ember, akire felnézek, és akiknek nagyon sok mindent köszönhetek az életemben, de hogy alapjában véve az a közeg, ahol én mozogtam, ott nem kellett magyarázkodni, hogy soha nem az volt, hogy jaj, láttunk, és akkor ilyen előadásokat, meg koncerteket emlék, hogy milyen fantasztikusat játszott művész. Tehát nem volt ez téma. Az volt a téma, hogy hol lehet a legolcsóbb rumot megkapni a környéken, és hol van nyitva még éjjel-nappali. Szóval, hogy mivel sok helyen laktam a városba, mint fiatal, nagyon szerettem bezsegni, nagyon tetszett az nekem, főleg azért, mert vidékről jöttem be idézőjelbe, tehát Lőrincről jöttem be, és ugye Lőrincen tényleg az egy halott rész volt nagyon sokáig, de szerintem most sem nagyon pezseg, de hát a lényeg az, hogy nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy a Molnár utcánál volt például, ugye az albérletem a Váci utcába pörögtünk, nem tudom, buli-buli hátán. Aztán ahogy szépen így észrevettem, öregettem, utána kiköltöztem Jókai, Garai utca, Pillangó utca, és vissza Kőbányára, most Kőbányán. Szóval valahogy az egész városi létről, vagy az én városi megítélés, hogy ki vidéki, vagy ki nem, egy hasonlattal tudnék élni, hogy soha nem értettem anyámékat, hogy miért, mit szeretnek a Zárai Vámosinak a Gyöngyhalász című feldolgozásán. Most már kezdem kapizsgálni. Tehát, hogy... Kicsit említetted a médiát, közösségi médiát. Titeket hogy érint ez a rendkívül erőteljes digitális nyomás, amit rajtunk van? Tehát, hogy minden digitalizálódik körülöttünk, de állandóan részt kell venni, vagy nem kell részt venni ebben a médiavilágban. Hogy élitek ezt meg? Hát ez nehéz, de és szerintem mindenkinek döntéskérdés, hogy mennyire akar ebbe részt venni. Való igaz, nem, hogy néha... Nem érzitek például, bocsánat, ez, hogy rá vagytok kényszerítve? Hogy ebben... De, tehát van már néha egy ilyen érzés zenészként, hogy igazából már néha az dönt el bizonyos közönségszámokat, hogy ki ügyesebb a social médiába. És hát tényleg nehéz, de azt gondolom, hogy abban is meg lehet találni az izgalmat, meg a kreativitást, és akkor, hogyha úgy közelítünk ehhez, hogy ez egy játék, ez egy nagyon érdekes mostani új felület, amit lehet izgalmasan használni, akkor meg lehet szerintem benne találni az élvezetet, és inkább tényleg ez a kényszer nehéz, hogy akarod ezt csinálni, vagy nem. De mondom most például nekem az egyik kedvenc írónőm az Elena Ferrante, akiről gyakorlatilag semmit nem lehet tudni. Tehát ő úgy csinált egy világ karriert, ez az olasz írónő, hogy még egy fotót lát. Tehát, hogy semmit nem lehet róla tudni. Tehát, hogy ő el tudja titkolni teljesen az egész személyiségét, és ez nekem iszonyatosan izgalmas, főleg ebben a mostani világban, hogy ezt valaki így meg tudja csinálni, de hát nyilván más a könyv, és más az, amikor egy zenekarként, vagy a színházi előadásokat, vagy mindent ezt egyszerűen egy reklámfelületnek kell használni, meg a közönséggel való találkozásnak a
és ez is már tényleg így Budapestet így már behálózza ez a hálózat, ez az új típusú hálózat, amikor már nem gyalog megyünk, meg nem a testünk, meg a hőtérképünk, hanem csak virtuálisan találkozunk. Dávid, szerinted Budapest szempontjában milyen ez a változás, hogy minden digitalizálódik? És tényleg tulajdonképpen már minden okos eszközökön keresztül működik. Most én a város életére gondolok. Tehát, hogy ez hogy alakul itt szerinted, milyen irányba? Te mit látsz, mint városi mesemondó, vagy építészeti mesemondó? Vagy hogy, igen. Én nekem ahogy így öregszem, egyre inkább úgy látom, hogy valójában azért nagyon nem változik a világ. Tehát, hogy tulajdonképpen semmi se változik itt az évszázadok alatt. Mindig azt érezzük, hogy na most van, amikor valami egészen más, mint eddig volt, de ugyanezt érezték 100 évvel ezelőtt is, meg 200 évvel ezelőtt is, meg 300 évvel ezelőtt is. És hogyha ez tulajdonképpen egy annyira a felszíne szerintem a dolgoknak, hogy most ez a digitális, nem digitális, hogy ezt szerintem nem befolyásolja annyira mélyen az embert, mint ahogy hisszük. Hogy az például egy tök jó példa volt, amit most mondtál, Bori, hogy tényleg ez mondjuk azon múlik, hogy nem is azon múlik, hogy mennyire jó egy előadó, hanem hogy most hogyan van jelen a Facebookon, de ha nem a Facebookra mondott, hanem arra, hogy a, mit tudom én, a Beatles idejében mennyit számított az, hogy nekik milyen menedzser volt, azok milyen trükköket talált ki a marketing fogásra, és milyen hajat csinált, meg cipőt, meg nem tudom én, meg hogy manipulálta a lemezeladásokat, vagy visszamész a barokba, vagy nem tudom, vagy az, hogy Liszt Ferenc tényleg, aki egy olyan showman volt, és akkor két zongorával két oldalt, meg nem tudom, lányok elájultak, és tehát, hogy igazából mindig volt valami, most éppen ez az eszköz, mondjuk, amivel dolgozni kell, ha valaki jelen akar lenni, de én nem hiszem, hogy ez az alapjaiban más problémát jelentene, mint amilyen mondjuk 50 vagy 100 vagy 1000 évvel ezelőtt volt egy emberi probléma. Most lehet, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítem a dolgot, de ez ugyanaz, hogy mennyi mindent változott a város. Igen, lehet ezt is mondani, de ha belegondolsz, hogy 100 évvel ezelőtti városhoz képest sokat nem, tehát ugyanúgy kim vannak a villamosok, meg az emberek jó, nem? Oké, tehát persze azért van. A gyerekkorunkban azt hittük, hogy ilyen repülőautók lesznek, igen, már 2000-ben. Igen. És már 24 van. Igen. Hol vannak? Ja, szóval, hogy igen. Nem, tudom, nekem azért néha ilyen turista szemmel mondjuk egy-egy város, az iszonyatosan elembertelenedik, vagy hát egy kicsit elembertelenedik így a digitalizáció által, tehát a szervezetprogramok, a mindenhova megveszed, de előre jelentkezel, megveszed. Tehát, hogy pont azt az emberi oldalát veszíti el ezáltal egy város, mondjuk turista szemmel, amit korábban én azt gondolom, hogy nem megteheted, hogy nem úgy csinálod. Nem teheted meg, mert már nem sétálhatsz be csak úgy sehova, nem focizhatsz egy parkban úgy, ahogy régen ott beálltál, nem tudom hova. Tehát, hogy ez én legalábbis azt érzem, ilyen teljesen laikus szemmel, hogy elzár tereket, elzár bizonyos környezeteket, megszüntetik a klub életet, megszüntetik. Tehát, hogy minden úgy berendszereződik, vagy hogy mondjam. Igen, ebben tök igazad van, és tényleg ebben benne van a digitalizáció, mert ha azt mondom, hogy most mondok egy kiragadott példát, ami nagyon direkt behat, hogy mit tudom én, az Airbnb az digitálisan pikpak tudod a lakást lefoglalni, stb. És ennek milyen hatása van mondjuk arra, hogy a történelmi, belérte Budapestet is, történelmi magok gyakorlatilag kihalnak, mert ugye azok kiadók lesznek. De hogy ezek, ha ezeket ilyen sok száz éves távlatba vizsgálod, amilyen egyébként Budapestnek még nincs is, legalábbis ebben a formájában, akkor ezek semmi, ezek ilyen percnyi változások. Tehát, hogy most természetesnek veszük, hogy oda be mehetünk, nem mehetünk be, nem tudom micsoda, de hogy ezek nem állandóak voltak. Tehát, hogy ezek folyton változtak. Tehát, hogy és a várral kapcsolatban is van, aki azt mondja, hogy most, ami éppen most zajlik a várba, az nagyon rossz, az nagyon jó. Tehát, hogy most dől el a várnak a sorsa. És ha belegondolsz, 800 év alatt nem volt 50 olyan év, amikor ne változott volna valami gyökereset a vár. És ugye ez így lesz a következő 800 évben is. Na, mindegy, szóval ez csak egy ilyen
Tehát én így látom ezt az egész digitalizást. Fontos, érdekes, azon hívtuk mi is ide az embereket. Gondolom a legtöbben onnan értesültetek arról, hogy van ez egyáltalán. Szóval, hogy persze tök fontos, meg a gyökeresen megváltozik minden, de valószínű, hogy anélkül is meg lehetett volna ezt. Ez a beszélgetés, így ahogy most vagyunk, ez 100 évvel ezelőtt is lehetne. Nem lenne mikrofon mondjuk. Ha már turizmus. Semmi, ugyanezt akartam mondani, meg azt, hogy a Borival nagyon egyetértek, de szerintem ez az egész digitalizáció, ez csak annyira működik, amennyire az ember megpróbálja beengedni az életterébe. És értem, hogy mint művészek, tehát hogyha ezt most kénytelen vagy be, és egy csomó mindennek kell eleget tenni, de azért minnyáján tudjuk, hogy az, amiért a közönség eljön, vagy amit én igazából tudok adni a színpadról, azt nem lehet digitálisan kezelni. Semmilyen médiában, se social médiában, se a televízióban, semmi. Tudnilik, ez csak személyesen. És ez a fantasztikus a zenében például, hogy amikor kitalálták, hogy a Covid miatt, hogy akkor legyenek ilyen skype-olások, a világ legnagyobb betegségének tartom. Tehát egy az, hogy ugye nincs reflexió, nincs szemkontaktus, nincsen verbalitás, a zene, könyörgöm, hát az erről szól ugyanolyan, mint hogyha elmennék egy tárlatra, egy ilyen digitális tárlatra, és akkor az a piros, az ugyanolyan piros lesz. De lehet, hogyha élőben megnézem, az a piros nem is piros, hanem bordó. Szóval érted, hogy ez a dolog, ez csak személytől függ. És azt gondolom, hogy én megpróbálom lehető legtávolabb tartani a dolgokat, olyannyira, hogy postára járok csekket befizetni, és a többi. Tehát van az iCheck, megmutassam, ez tényleg nagyon egyszerű. Tudod nekem mekkora felfedezés? Gyere, átveszem a tiédet, mert nem mindegy, hogy kinek állok sorba. De nem kell sorbánod, annyira jó. Igen, tehát hogy az a lényeg, hogy amennyire tudom, én kizárom, de nyilvánvalóan nem lehet. Hát az, hogy ti eljöttetek a Facebook és a többi, és ki mit posztol, hogy posztol, mit mond, odafigyelnek, az egyik veszekszik a másikkal, olyan dolgokon, ami nem is létezik, vagy nem egy olyan alapvető kérdés az életében, mert nem határozó, vagy nem alapvetően meghatározó. Na mindegy, nekem ez jutott csak így hirtelen nyilván. Hasonlóan gondolkodom én is ezekben. Na, fölírtam rövid, gyors kérdéseket, és most itt nézem az időt is, úgyhogy hogy beleférjünk most ezek. Nem feltétlenül kell rövid válasz, de a kérdések azok nagyon egyértelműek. Ti mivel közlekedtek a városban? Jellemzően autóval, BKV-val, bringával, rollerrel? Mivel? Hát én gyalog, rollerrel, BKV-val, taxival, autóval nagyon ritkán. De bringáztál régen. Ja, nagyon sokáig bringáztam, most az valamiért a roller egyszerűbb, de ilyen rollerem. Tehát ilyen. Ez nagyon fárasztó. Nem. Nem? Nem. Jó. Dávid? Én legtöbbször bringával a kerületben, bár most már elég régóta rossz a kereke, és meg kéne csinálni. Na mindegy. Be a városba oda tömegközlekedéssel járok, tehát most is tömegközlekedéssel jöttem, és autóval akkor megyek, hogyha mondjuk ez ilyen harmad annyi idő, tehát mondjuk ezek ilyen külső kerületek között, akkor előfordul, hogy autót használok. De jellemzően amúgy tömegközlekedem, meg szeretek gyalogolni. Tehát, hogy ez amikor vidékre jártam, ugye egy időben jártam Keszthelyre egyetemre, és ott esett le nekem, hogy olyan távot teszek meg automatikusan gyalog, holott elvileg lehetett van ott is ilyen buszt használni, de valahogy megszoktam, amiért itthon eszembe se jutna gyalog nekivágni, hanem automatikusan megvárom a buszt, és megyek vele 3 megállót. És utána ugye az digitalizáció, ugye Google Maps-en már simán láthatod, hogy amúgy ez igazából még csak időt sem nagyon takarítasz meg vele, mert hogy mint 2-3 perccel több, és ha szép az idő, akkor tényleg érdemes gyalogolni. Tamás, te milyen közlekedő vagy? BKV-s vagy abszolút? Gyalogolni? Gyalogolni, hát ahova nem jár BKV, oda gyalogolni. Oké. Hajóztatok már? Ha már BKV? BKV hajóval? Nagyon-nagyon lassú volt. Tehát én még akkor kicsi volt a kisgyerekem, és annyira lassan jutott el a város egyik végéből a másikba, hogy elaludt. Tehát pokoli lassú volt a BKV hajó. De ez meg tök szép. Ja, jó volt, úgy egyszer jó volt, de hogy most azzal menjél, tehát az ilyen időmilliómosoknak valahogy. Hát este van dolgom, beülök a BKV hajóra. Ez nem a realitás. De nemzeti
Nemzeti Színházhoz az megy elvileg, nem? Hát, tehát, hogy oda pont jó lett volna neked. Hát igen, de hát akkor milyen korán kell indulni? Hát, oda biciklivel jártam. Oda biciklivel. Igen, Brigaút is van. Dávid, hajóztál? Hát BKK hajóval én is csak úgy, hogy a gyerekeknek megmutattam, hogy milyen. Csak az a hajózásban az a nem olyan jó, hogy az addig érdekes, amíg beszállsz. És ugye, akkor ó, a hajó, és utána elindul, és akkor mondom, elaludt az enyém is. Ugyanazt tudja, mint a busz a parton, de arra jó volt. Tehát, az biztos, hogy, tehát mint közlekedési eszköz, az én azokban a viszonylatokban, azon a hőtérképen, ahol én mozgok, ott az nem pálya. Én hajózok, kérlek szépen. Hetente többször, mert vendéglátó zenész vagyok egy hajón. Na. Amerikai és kínai turistáknak játszok slágereket, miközben ők vacsoráznak. És megy így a hajó. 26 éve látom a parlamentet, nyáron a Margit híd, Árpád híd, vissza egészen a Műpáig, ezt másfélszer. Nagyon szeressük. A digitalizáció itt is viszont jelen van, mert ugye én olyan zenész vagyok ott, ugye az a vendéglátónak a lényege, hogy nem vagyok ott, de mégis az ott valamit csinál, nem tudja, hogy mit csinál, felismeri a slágert, akkor az már neki jó, és közben eszi a nem tudom én mit, amit éppen rendelt. De a digitalizáció egy gondolattal visszatelt, hogy ha én nem zenész lennék egy vendéglátós hajón, akkor valószínűleg nem mennék el ilyenre egyébként, de ha elmennék esetleg, mert el kéne mennem, akkor biztos vagyok benne, hogy azt nézném, hogy mi történik a parton, és mondjuk lefényképezném a parlamentet, vagy, de nem ez történik ma, hanem lefényképezzük a kaját, majd lefényképezem a kollégámat, vagy a barátomat, akivel jött, vagy videót készítek, mit tudom én, a kapitányról, hogy hogy vezeti a hajót. Panoráma, persze a panorámát is lőjük egy kicsit, és videózza a kínai kislány azt, hogy hogy jön be a hajóra, és hogy megy ki a hajóról. És én azt gondolom, hogy ez egy félelmetes dolog. Tehát ott is van, a hajón is van digitalizáció. Szuper. Na, hát Dávid, ez a kérdés hozzád majd nem szól, mert neked egyértelmű, de fölírtam azt, hogy mennyire érdekelnek titeket az új épületek és az új terek, tehát mondjuk, amikor a 4-es metró megépült, lementél kíváncsiságból? Vele mentél egy kört? Akkor rögtön nem, de aztán igen, megnéztem. Igen. És az új épületek, tehát követed azt, hogy alakul Budapest? Van, amennyire követem, meg főleg, hogyha tetszik, amit látok, akkor igen. Tamás? Hát én mindenképpen BKV-val járok, tehát lementem, de nem szeretem hozzá. Közel a hajóállomást. Nem szeretem, őszintén megmondom. Nem, mert ugye az a legnagyobb probléma, hogy Budapest, amire épült, főleg a vizek révén, ugye rengeteg, mint tudjuk, rengeteg forrás van, és kénytelenek voltak a metrót nagyon-nagyon mélyre építeni. Tehát, hogyha én mondjuk lemegyek a Rákóczi térnél a metróba, egy olyan hodály, hogy az nekem nem, semmi emberléptékűt nem érzek benne, számomra félelmetes, hogy ott van egy óriási bánaszáj, és akkor azon belül nem csak egyenesen megyek, hanem ott le is kell még kanyarodni, és még egyszer annyi van lent, és ráadásul ez a tömény szürke beton, tehát nekem ez nagyon ilyen falanszter az egész történet. De az épületekről, amiről te beszélsz, engem nagyon érdekel az építészet, mindig is, és van egy építészek közötti mondás, hogy arról lehet megismerni az utcán az építészt, hogy lefelé néz, hogy igen, tehát hogy én meg egyfolytában nézem, hogy mit, hogy oldottak meg, és főleg az idősebbek fújolnak, hogy ezt miért nem lehetett úgy hagyni, és a többi, tehát idézőjelbe téve Rádai Misi féle ilyen szindrómába szenvednek, de közben meg azt azért hozzá el kell mondani, hogy a világ így halad előre, hogy valamit eltüntetünk, megváltozik, új arculat kap, de attól még a mi gondolkodásunkat egy adott korról, akár egy adott korról azt fogja visszatükrözni. Tehát ez így érdekes, főleg az építészet. Na, akkor most viszont mondjátok kedvenc teret,
sziklát, épületet, bármit a városban. Ami, én ami csak hogy reagálj még erre? Mert azt az enyém a kérdés. Szóval csak annyit, hogy a Rákóczi téren még a Csigából jövök oda a metróba, és akkor le lehet menni lifttel, és akkor nem kell látnod a hodályt. Tényleg. De, és hagyd mondjuk annyit védelemben a 4-es metrónak, hogy én például annyira imádtam, hogy amikor megépült, akkor a gyerekeimmel, akkor egy mitte eleinte ingyen is volt, tehát tényleg egy ilyen utazás, hogy akkor mind végigmentünk, tényleg minden megállónál fölmentünk a felszínre, megnéztük fönn, visszamentünk, egy megálló, fölmentünk, tehát ez volt egy ilyen napi program, mint egy múzeum. Jó. És én mindig, most már pedig nem egy... Nem egy... A hajózásról nem kellett volna ennyit beszélni. A folyóvíz. Tehát nem egy mai alkotás, de még mindig azt mondom, hogyha valaki kortárs építészetet akar magas színvonalon látni Budapesten, akkor az ezt csinálja. Tehát, hogy menjen végig a 4-es metró állomásain, nézze meg a felszíni kialakítások is nagyon sok helyen jók. Tehát, hogy azt szerintem egy tök jó keresztmetszet. Engem meg pont, hogy tetszik ez a nagy magas belső tér. Tehát, hogy ugye például az aluljárókkal az a baj, azért nem lehet őket normálisan humanizálni, mert ahhoz képest, hogy mennyire nagy terek és mennyi ember van benne, tök pici a belmagasság. És az egész egy olyan pince zúg jelleg, és ott pedig egy ilyen gyönyörű, szép, nagy, tágas terek vannak, és emiatt az, hogy nagyon sok megállóba be tud jönni természetes fény is, mert egy egészen odáig föltart a szint. Na, ezt máshogy látom, de ez benne a tök jó, hogy ez máshogy látjuk. Ezért maradunk, nem? Persze. Na, hát akkor ez az egyik kedvenc, de hogy mondjatok olyan kedvenc teret, parkot, épületet, sziklát, bármit, amihez köt valami olyan emlék, vagy valami nagyon erős... Engem annyi emlék köt annyi helyhez a városba, tehát nagyon-nagyon nehezen, tehát kedvencet emelni? Nagyon nehezen tudok. Azért emelem ki a Gülbaba utcát, mert az meg egy annyira szürreálisan másmilyen hely, hogy, és valami miatt nagyon sokat álmodtam a Gülbaba utcával. És volt egy visszatérő álmom ott még egy másik utcával, ami, tehát ott nem tudom, hogy a törökök miatt, vagy miért, de ott valamit én ott előző életemben biztos csinálhattam. Én ott nagyon-nagyon sokat járok, és nagyon-nagyon különleges álmaim vannak ott. Meg az tényleg olyan, hogy jó, nyilván ott laktam szembe a Frankelleóba, tehát oda vittem a pasiaimat mindig romantikus sétára, tehát biztos ezért is kötődöm hozzá, de az tényleg ilyen speciális, és ott van, nem tudom, én elfejtem annak az építésznek a nevét, ott két vagy három olyan beépítés ház is van, ami kicsit ez a skandináv, ami iszonyatosan tetszik nekem, de nem, most mindegy, nem fog eszembe jutni, úgyhogy nem tudom. De az egy nagyon, nagyon jó hely, a Gülbaba utca. Egyébként ez tényleg jó, klassz az Gülbaba utca. Én marha érdekes, hogy én bennem is úgy, hogy ez mennyire jó, és akkor elmentem a gyerekeimmel. Ez mindig egy jó teszt egyébként, hogy ők hogy látnak valamit, és hogy ők például nem látták, mert nekik is tetszett, de nem látták ezt a romantikát benne, és megnéztem, és tök igazuk van, hogy valójában már mindent lecseréltek, tehát hogy majdnem az összes házat, ugye régen megvolt ez a girbe-gurba tök jó burkolata az útnak, amit biztosan utálhattak az ott lakók, de hát egy tök romantikus dolog volt, lecserélték szabályosra, de hogy mégis az emlékem pont ugyanaz el, mint neked, hogy az egy mennyire egy ilyen, mintha nem is Budapesten lennénk. Hogy persze tök, hogy most mondunk valamit, hogy mi a legjobb Budapesten, az a hely, ahol olyan, mintha nem Budapesten lennénk. Nem, de hogy... Ja. Szóval, ami meg kedvenc hely, hát nem tudom. Tehát, hogy nekem vannak ilyen kedvenc kapuk Mátyásföldön, kedvenc ilyen kis kerítés részletecskék, tehát ugye tényleg ilyen kis apróságok, vagy kilincsek. Kimászni az alagút tetejére. Ilyen kis piciségek tetszenek. Igen, meg azt mondtad, hogy ha... Budán a lépcsők, Pesten a tetők, ugye? Fú, hát nagyon föl vagy készülve. Nem is emlékszem, hol mondtam ezt egyszer, de ja. Igen, hogy mi az, ami tetszik. Igen, Budán a lépcsők, Pesten a tetők. Ez egy jó mondás, tényleg ezt én mondtam. Ez tényleg te. Tamás? Hát én a temető, mégpedig a kerepesi temető. De nem a mostani, mert őszintén megmondom, most nagyon elkezdték rendezni, már túlzottan túlva rendezett. Tehát nekem az nagyon, nagyon morbid, hogy úgy vagyunk. Tehát régen nem így nézett ki, össze-vissza voltak a sírok.
volt alattam, voltam, nem volt már holttest nyilvánvaló, de most az van, hogy szépen ki van mindegyik emelve, egymás mellé van tépe, nem tudom. Az egy nagyon fontos rész szerintem, mert aki jár, én nekem soha nem a temető jut a temetőről eszembe, hanem a park, a nyugalom jut az eszembe, hiszen az ember ott akkora megszól, akkor is jutog, legalábbis én. És hogy amíg dohányoztam, addig ott nem dohányoztam. Szóval voltak olyan kimondatlan szabályok, amit nem mondott el senki, de valahogy az életben mindig arra tanított, hogy ha a temetőben voltam, hogy az a picit a pihenés, amikor tényleg egy kicsit ki akarod zárni ezt az óriási zsibajt magad körül, és akkor nem kell a halottak, nem a halottakra gondolok, ott se a halottakra gondolok, nézem azt a gyönyörű mozaikokat, meg néha megállok, mint a Blaha Lujza sírjánál, hogy most nem is érdekel egyébként igazából az, hogy most ott van-e alatta, vagy nincs ott alatta a Blaha Lujza, hanem egyszerűen, mint művészeti alkotás, és milyen szép az a szobor például. Tehát, hogy annak idején azt hiszem akkor, ahogy Budapesten nagyon sok olyan értékes dolog volt, ami mára már teljesen bedarálódott. Tehát, hogy hogy adjuk meg a másik iránti tiszteletet, hogy egy művészre hogy emlékezünk. Vannak ma is síremlékek, de azt kell mondanom, fel sem érnek azokkal a síremlékekkel. És nem azért, mert csúnyák, más az indítatása teljesen. Ma inkább arról szól, hogy ő ki volt, annak idején meg a szeretet volt azokban a szobrokban. Esküszöm, hogy a szeretetet látom, és én nem vagyok egy ilyen nagyon szentimentalista ember, de ott rengeteg esetben, és hát persze azért jó esik olvasni, amit mondom, hogy jó, hát tényleg itt van Móri Zsigmond, persze nincs ott, de hogy szóval, hogy azért, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon jók, és hát gyönyörű az a gesztenyés, és itt az egész, szóval nekem ő ott. De jó, én nagyon örülök, hogy a temetőket említetted, és akkor még egy utolsó gyors kérdés. Hova vinnél először el egy külföldit, ha csak egy helyre vihetnéd, és meg akarnád mutatni neki, hogy na, ilyen Budapest. Melyik lenne az hely? Hát mi csináltunk ilyet konkrétan, és akkor azért abból mondom, akkor az egyiket tényleg kimásztunk az alagút tetejére, és oda kiültünk. Az nagyon jó. Igen. Hát, attól függ, hogy tehát én nincs olyan ember, hogy a külföldi, de hát azért mondtam, hogy például építész, akkor biztos, hogy elvinném a 4-es metróba, de azért, de egyébként hogy mondjam, tehát most egy nagyon eretnek dolgot fogok mondani, hogy mindenki szeret valami nagyon alternatív dolgot mondani, ami nem a megszokott, és mostanában arról szólnak a turista ajánlatok, hogy hogyan kerüld el az igazi látnivalókat, holott az igazi látnivalók azok nem véletlenül lettek a látnivalók. Tehát lehet, hogy én tök snasz módon azt mondanám, hogy jöjjön föl akár ide a vár teraszra, és nézzen le a városra, ami egy teljesen kommersz, és nem ezt kellene mondanom, hanem valami nagyon elvontat. De az a helyzet, hogy valójában ez az igazi, hogy oda megy, és megnézi. Hát én most beleszólok, egy barátnőm kiderült, itt lakik, 35 éves, nem volt még a Gellért hegyem. És felvittem a Gellért hegyre, és akkorát flash-elt, teljesen kész volt. Ez milyen szép ez a város. Hát ő tisztára külföldön érzi magát. Innen is nézzünk ki, onnan is nézzünk ki. Teljesen kész volt. Teljesen. Most jöttem rajta, hogy éppen ugyanazt mondta, mint te, csak egy emelettel feljebb. Igen, de valahol ezt is mondtad, ezt a szuper mondatot, hogy Budapest azért fantasztikus, mert semmiben nem kiemelkedő, mert mindenből van mindenhol jobb, viszont itt van, hogy minden jó. Ugye? Igen, tehát hogy nekünk nincsen, nem tudom én, Eiffel-tornyunk, vagy tehát nincs egyetlen olyan építészeti alkotásunk sem, ami egyedülálló. Nagyon büszkék vagyunk a parlamentre, hogy wow, és tényleg nagyon szép, de hogy az önmagában csak a parlamentért nem jön ide senki. Viszont egyszerűen igen, annyira magas az átlag színvonala a budapesti építészetnek, és annyira sokszínű, és van természet benne, van benne Gellért hegy, Budai hegy, egy gyönyörű temető, tehát minden van, és az egész gyönyörű szerves egész áll össze, és még egy ilyen festői módon meg is van komponálva így, hogy van benne síkság is, hegy is, folyó is, tehát tényleg, ja.
Tamás? Hát én ezen gondolkodtam most egész, én nem tudom, én nem biztos, hogy elvinnék bárhova is. Temetőbe? Tényleg nem tudok egyszerűen a helyet mondani. Az a baj, hogyha az alapján, amit te most elmondtál, az alapján ítél, tehát arról szól az egész kérdés, hogy az alapján ítéljen meg egy külföldi, akkor az egy csalóka kép. Így van? De most ezt nem mondhatom mégse, hogy gyereki kőbányára, Síbrikre nézd meg a lakótelepet. De lehet, hogy az kéne egyébként. Érted? Inkább azt mondom, hogy nem csak azt mutatnám meg, ami most itt csillog. És aki repülőtérről jön be, az azért kapizsgálhatja, hogy mi van a városon kívül, tudod. És igen, tehát hogy a fényen kívül. És azért, az, igen, igenis, ez hozzátartozik. És akik ott laknak, nem biztos, hogy rosszul élnek, vagy nem biztos, hogy nem az a millió, nem úgy szocializálódtak, de az ugyanolyan értéket képvisel. Azért mondom, hogy ez nagyon nehéz kérdés. Én nem tudok erre venni. És zenélni van kedved? Igen, gondolkodtam, hogy most mi legyen. Igen, mert így lassan kifutunk az időből, igen. Sőt, és... Nagyon lassan fogok lassan játszok. Hát ez ennél jobb befejezése nem is lehet ennek a ma estének, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Most 150 éves Budapest idén, és pont erről beszéltünk, milyen érdekes, hogy mi tulajdonképpen már ennek a tortának az egyharmadáról tudunk beszélni, és kívánjam, hogy 50 év múlva ugyanitt üljünk, és a feléről tudjunk beszélgetni, és önök is itt üljenek 50 év múlva. Nagyon köszönjük a mai estét. Köszönöm, hogy eljöttetek.